A Kisgazdapolgári Egyesület tagjai közül négyen ülnek a parlamentben, a Fidesz frakcióban. Céljuk, hogy a vidék számára fontos kérdésekben hallassák a hangjukat. Az Egyesület elnöke szerkesztőségünknek azt nyilatkozta, a jövőben hatékonyabban próbálják érvényesíteni a kisgazdák érdekeit, ha valamivel nem értenek egyet. Én a földtörvényre, amikor elfogadtuk, azt mondtam, hogy lehet, hogy Magyarországon ez érvényesülni fog az Európai Uniós szabályok szerint, bizony ezzel hibák lesznek, vannak hibák. Tehát vannak kérdések, amiben nem tudtunk ugyan igazi eredményt elérni, de aztán a sors igazságot szolgáltatott. De vannak, amiben igen. A földtörvénynek vannak olyan részei, amelyet mi is nagyon jónak tartunk. Helyesnek tartjuk azt, hogy ugye a helyben lakó embereknek vannak bizonyos előnyei, de nem tartjuk helyesnek azt, hogyha 10 millió emberből 9 millió 800 ezeret kizárunk a földvásárlás lehetőségéből. Ma Magyarországon 930 ezer hektár állami földterület van, ebből 660 ezer hektár szántó, a többi rét, erdő és olyan terület, amely nem hasznosítható mezőgazdasági célokra. Turikovács Béla elmondása szerint most a szántók jövőjéről folytatnak párbeszédet. Én annak a híve vagyok, és ezt egyértelművé szerettem volna tenni, hogy ennek a területnek minden magyar ember azonos arány szerint a tulajdonosa. Ami most az állam tulajdona, az állam ön, én és mindenki, aki ebben az országban a nemzet tagja is ide tartozik. Ebből meg az következik, és ez is világos, hogy ezt a területet már nem kéne privatizálni. Ezt a területet hasznosítani kell. Részben haszonbillet útján, részben, amiről nem szóltam a sajtótájékoztatón, most elmondanám, mi úgy gondoljuk, hogy a szociális szövetkezeteknek egy nagyobb súlyt kell adni. Az önkormányzatok kapjanak olyan területeket, ahol azok, akik akarnak a földdel foglalkozni, és megtanulják a földdel valóban, ezt meg kell tanulni. Nem ördöngőség. Mindannyian vagy belenőttünk, vagy megtanultuk. Azoknak legyen erre lehetősége, de ezek a területek ilyen célokat kell szolgáljon, és semmiképpen nem egy nagy birtok kialakulását. A gyűlésen megerősítették továbbá Simon Miklóst a Kisgazdapolgári Egyesület megyei elnöki pozíciójában.